Tisztelt Ház, tisztelt miniszter úr! A Magyar Országgyűlés lassan 15 éve mulasztásos törvénysértést követel, és immár 64 éve nem teljesíti a nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettségét a kitelepített magyar honfitársaink kárpótlásának halogatásával. A felvidékről kitelepítettek ügyét az ENSZ 1950-ben jóváhagyott konvenciója szerint genocídiumnak tekinthetjük, vagyis etnikai alapon elrendelt diszkriminációról van szó. A Benes dekrétumok kapcsán kitelepített magyarokat megfosztották vagyonuktól, kultúrájuktól, szülőföldjüktől. Tízezernyi honfitársunk, köztük 500 Békés Csabára és környékére került felvidéki magyar család csak annyi személyes tárgyat vihetett magával, amennyit elbírt. Vagyonuk nagy részét egykorú lakóhelyükön kellett hagyniuk, bankbetétjeik, ingatlanjaik is elvesztek. A kitelepítés óta lassan egy emberöltönyi idő telt el, s ez alatt a mindenkori magyar kormányok több óriási hibát is elkövettek. Az első és egyben legsúlyosabb hiba, hogy nem teljesítették a nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettséget, ugyanis az 1947-es Párizsi békeszerződés 29. cikkelyének pontjában foglaltak értelmében kártalanítani kellett volna őket. Második vétség, hogy az 1949 nyarán az megkötött egyességet a csehszlovák kormánnyal kölcsönösen lemondtak egymást szemben álló követelésekről, ezzel Rákosi Mátyás és kormánya felmentette önmagát a teljes kártalanítás alól. A harmadik és talán legnagyobb bűnt a Horn kormány követte el honfitársainkkal szemben, hiszen az 1996-os 37-es határozatú alkotmánybírósági határozatban kárpótlási kötelezettséget és határidőt 1997. július 30-ig megszegte. Három javaslatunk lenne tehát. Az első, hogy az országgyűlés nyilvánítsa ki a kitelepített állampolgárok nem voltak háborús bűnösök. A második, hogy erkölcsi rehabilitáció méltányos lenne egy jelképes összegű kárpótlással nyomatékosítani, amelynek mértékét a kormány szabna meg. És a harmadik, javasoljuk, hogy 2012. április 5-ét nyilvánítsa az országgyűlés emléknappá. Köszönöm szépen a türelmüket és a figyelmet! Ez a 30 másodperc az én karácsony.